Valaki, aki ilyen ügyben minden büntetőjogi következménytől mentesül, miért nem hagyja békén azokat az embereket, akiknek az életük lett megnyomorítva ezáltal az intézményrendszer meg általuk. És én azt gondolom, hogy igenis most kell megmutatni a kormánynak azt, amit 2010-ben ígért, azt ígérte a kormány, hogy 2 hét alatt rend lesz, tehát ha 2 hét alatt rend van, akkor egy ilyen hihetetlenül médiaérzékeny ügybe, ami a választóknak a figyelmét jogosan ennyire érinti, nem engedhetik meg, hogy a tanúkat befolyásoljon valaki.